Régen gyerekkoromban minden reggel együtt reggeliztem a szüleimmel, mégpedig én forró kakaót kaptam a leveses tányérba, és beleaprítottunk kenyeret vagy kiflit, az édesapám még pedig teljes kávéval ették ugyanezt. Szerintem a reggeli, a közös reggeli az egy csodás dolog, de manapság csak hétvégén van erre lehetőség, úgyhogy akkor megadjuk a módját. Na, egy reggeli jön, egy burgonyás kis palacsinta, békönnel és tükörtojással. Meg is főztem 15 dek a burgonyát. Tulajdonképpen ebből 6 kis palacsinta lesz. A kisebb étkőeknek szerintem egy is elég, nagyobb étkőeknek azért 3 is kevés, tehát mindenki számolja ki a család befogadó képességére, hogy mennyit készít. 15 dek a burgonyából 6 darab kis palacsinta lesz. Ezt a főtt krumplit lepürésítem. És akkor egy másik kis tálat veszek, mondjuk ezt, és egy egész tojást kikeverek 5 evőkanál tejjel. 1, 2, először ezzel elkezdem. 3, 4, 5. Ez is megvan. 15 deka főtt burgonya, 5 deka gram liszt, amiben elkeverek egy mokkás kanálnyi szódabikarbónát, és ezt összegyúrom a burgonyával, és természetesen só. Hogyha valaki ezt édesen szeretné, akkor csak egy csipet, ha így, mint én, sonkával, tükörtojással, akkor jöhet bele picit több só is. Kicsit eldolgozom a szódabikarbonás sós lisztet a burgonyával, és hozzáadom ezt a tojásos tejet. Egy lágy tésztát kell kapnunk. Már jöhet is a sütés. Teszek egy kis olajat a serpenyőbe. Mindenhol legyen olajos. És fölforrósítom. Nem füstölősre, de forróra. És ilyen pici kis kupacokat készítünk. 2-2 perc, vagy 1-1 perc, és már fordíthatjuk is. Ez az. Ebbe az utolsó két adagba vágok újhagymát, mert nem mindenki bírja ugye enni. De egyébként, ha szeretik bármilyen zöld fűszert, spenótot, sokféle dolgot rakhatnak még a tésztába, egyéb fűszereket. Pillanatok alatt lehet egy zseniális ünnepi reggelit otthon varázsolni. Még akár egy Benedikt tojás is jöhet, és tényleg azt érezzük, hogy egy 5 csillagos szállodában vagyunk. Közben előkészítem a békönt, és a békön után fogom a tükörtojást, hogy az forró maradjon. Újból egy nagyon pici olaj, húsos szalonnák. Egy picit átpirítjuk. És aztán a szalonna zsíros olajon fogom a tükörtojást a végén elkészíteni. Tulajdonképpen 8-10 perc alatt van egy ilyen ünnepi reggeli, úgyhogy érdemes vele foglalkozni, mert egy igazán jó reggelivel tényleg össze lehet hozni a családot, hogyha most már nehéz is leültetni együtt reggelizni a család különböző korosztályú tagjait. Na, úgyhogy jön a tükörtojás és tálalok.
Borbás Marcsi minden könyve a www.egypontshop.hu oldalról rendelhető.